Tisztelt nézők, alig ha van közöttünk olyan, aki ne tudná nagyon jól, hogy az emberiség története és a hadtudományok története, a katonai múlt és a katonai jelen az nagyon szerves része volt, és szerves része a jelenlegi mindennapjainknak is. És vannak olyan hadseregek, vannak olyan intézmények, kormányzati intézmények, amelyek természetszerűen ezzel foglalkoznak, és vannak olyan intézmények, amelyek tudományos szinten foglalkoznak ezekkel a témákkal. Vendégeink egy ilyen szervezetnek, a Magyar Hadtudományi Társaságnak a képviselői, vezetői, úgyhogy először azzal kezdjük, alelnök úr, hogy voltak éppen hogyan sumázhatná az önök társaságának a lényegét, tevékenységét. Ugye napjainkban, és köszönöm szépen a fölvezetést, mert tulajdonképpen ehhez szeretnék kapcsolódni, napjainkban egy bármilyen akár for profit, akár non-profit szervezetnek, akár egy tudományos szervezetnek természetszerűleg meg kell, hogy legyen a küldetés tudata, meg kell, hogy legyen a jövőképe, de hát a múltat is megfelelő helyen kell kezelni. Szeretném jelezni, hogy a Magyar Hadtudományi Társaság ezt a múltat fölvállalja, tisztességgel teszi ezt. Az elmúlt 30 év, amit éppen tavaly pandémia miatt nem tudtunk ünnepelni, de az idén mindenképpen meg fogunk, szeretnénk április-májusban, de a tavaszi időszakban, ahogy a pandémiás helyzet ezt megengedi, fölvállalni elődeinknek azt a fajta gondolkodását, amiben egyébként nem akarok a történelmi időkben sok évekkel visszamenni, de talán a rendszerváltozásig, amikor a magyar néphadsereg helyett megjelent a Magyar Honvédség, rendszerváltozás, egy politikai arculat változás történt az országban, és meg kellett találni a helyét és szerepét a Magyar Honvédségnek. Ebben nagy szerepe volt a 90 őszén megalakított Magyar Hadtudományi Társaságnak. A kapcsolódási pontjainkról nagyon röviden, a tudománymetriai szempontból mi a Magyar Tudományos Akadémiához vagyunk egyébként egészen közel, azon belül is a 9. osztályon belül működik a Hadtudományi Bizottság, amelynek elnökét nemrégen választották meg a professzor dr. Csikány Tamás ezredes úr, a Nemzeti Közszolgált Egyetem rektor helyettese személyében. Tehát mi, ha úgy tetszik, velük szorosan ezzel a bizottsággal szorosan együttműködő. A másik főirányunk nyilván a Honvédelmi Minisztérium, és hát a Magyar Honvédség Parancsnokság kutató műhelye. De számos civil szakmai szervezettel vagyunk kapcsolatban, és próbáljuk az állampolgárok számára, az érdeklődők számára elérhetővé, érthetővé tenni, transzparensé tenni a tudományjal kapcsolatos dolgainkat. 20 szakosztályunk működik, 2 tagozatunk és 2 klubunk. Még egy statisztikai adattal remélem nem mondhatok senkit, de több mint 600 fő a taglétszámunk. Örvendetes, hogy legutóbbi évben ez nőtt, olyannyira, hogy tavaly évben 80 fő lépett be a Hadtudományi Társaságba, hangsúlyozni szeretném, nem csak katonák, érdeklődők, fiatalok, doktorandusz hallgatók, MSZ képzésben résztvevő hallgatóink. A 80 főnek több mint fele 40 év alatti volt. Ahogy említette is, jó néhány szakosztályuk van, és miután előzőleg informálódtam, tudom, hogy a légügyi szakosztály a legnagyobb szakosztály ebből a szempontból. Mivel foglalkoznak önök? Mintegy 20 szakosztály közül a legnagyobb létszámú a 60 fős légierő szakosztály. Az alaptevékenységünk az abból áll, hogy havonta egy szakosztályülésen kutatóink közül 2 előadást tart, de ezekkel az előadásokkal kilépünk különböző egyéb fórumokra is, például a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban rendszeresen tartunk különböző tudományos előadásokat, de akár itt Kőbányán megtartott különböző előadásainkat is megemlíthetném. A szakosztálynak van egy éves konferenciája, Szolnokon zajlik a repüléstudományi konferencia, ami mondhatom, hogy a katonai repülőszakmának a színe javát tömöríti ez a konferencia minden évben, és a szakosztálynak a kutatói emellett maguk is járnak különböző konferenciákra, akár külföldre is, tehát a legfrissebb tudományos eredményeknek az összegyűjtése és ezeknek a tudományos lepublikálása az, ami az egyik központi feladata, tudományos feladata a szakosztálynak, melynek kutatói minden évben mintegy 40 tudományos publikációval jelennek meg a hadtudományi sajtó oldalaim.
kiadványokat is létrehoz a légierő szakosztály. A tavalyi évben a repülős képzéssel kapcsolatos jubileumi kiadványnak a megjelentetésén dolgoztunk eredménnyel, és ebben az évben a magyar repülőipari ágazatnak a tevékenységet összefoglaló, mint egy 50 oldalas tanulmánynak az összeállításán dolgozunk. A tudomány embereit is komoly kihívások elé állította az, ami most már több mint egy éve a világban mindenki számára abszolút mértékben veszélyes kihívás, vagyis a pandémia. Az önök területén ez érzékelhető volt, megjelent, mint tematika? Igen, sőt, szeretném azt itt jelenteni a tisztelt nézőknek, hogy ez úgy is megjelent, mint kutatási projekt, mert hát a globális világ kihívásai ma már nem csak kihívások, hanem egyben fenyegetések is bizonyos tekintetben. És ha már itt ön említette az emberiség történelmét, hogyan írhatjuk le, akkor szeretném mondani, hogy hát igen, háborúval és járványokkal írható le. Most egy ilyen hadüzenet nélkül háborút folytat a biológiai, tehát magyar a természetes világ ebben a COVID-19 pandémiás változatában. Mi úgy láttuk jónak múlt év szeptemberében, sőt július 1-ével el is indítottuk igazából azt a koronaár kutatást, amelyben a Hadtudományi Társaság partnere mellett ott van a Humán Szakemberek Országos Szövetsége, az Országos Humán Menedzser Egyesület, 13 magyar egyetem és 2 külhoni. Most a harmadik fázisunkra készülünk, a kutatást illetően már az osztrák egyetem is bekapcsolódik információim szerint. Folyamatosan jelentetünk meg tanulmányokat, most dolgozunk egy tanulmányon. Örömmel mondom azt, hogy abban a feladatból, amiben kiemelt részét vette ki a Magyar Honvédség katonái, a vírusmentesítés, a különböző egészségügyi rendszabályok betartása, fertőtlenítés és egyebek formájában, készletezés, hadd ne soroljam. Egyre több cikk jelenik meg majd a hadtudományban is, de ott vagyunk a Q minősítésű nemzetközi irodalomban. Azt látjuk, hogy mi katonák szoktuk volt mondani, Ernő megerősíthet ebben, hogy a katonát nem hagyjuk a harctéren, tehát katonát nem hagyjuk magunk mögött. Én innen szeretném jelenteni a tisztelt nézőközönségnek, hogy az állampolgárokat sem hagyjuk magukra. Nem csak azért, mert kormányzati fő policy is ez, hanem azért is, mert kell, hogy értelmezhető, kezelhető változatát lássák ennek a helyzetnek, amiben vagyunk. Nem tipikus, ez atipikus, ennek megfelelő vizsgálati és kutatási módszereket kellett alkalmaznunk. Ha már módszerekről és új megoldásokról, jelenségekről van szó, akkor a légierő számára, egy olyan szakember számára, aki ezzel tudományos szinten foglalkozik, mi az, ami érdekes, mi az, ami újdonság manapság? Napjainkban a hazai vonatkozások is lehetővé teszik azt, hogy tudományos vizsgálatokat folytassunk, hiszen jelenleg zajlik a haderőnek az a 10 éves reform folyamata, ami a légierőt is alapjaiban érinti. Különböző új helikopter típusok, új szállító repülőgép típusok jelennek meg, a légvédelem eszközei is cserélődnek, és amellett, hogy a haderő korszerűsödik a technikai eszközei tekintve, amellett a hadipar vonatkozásában is a repülő műszaki és repülőipari területen is jelentős előrelépés tapasztalható. Az Airbusnak a Gyulán megvalósuló beruházására gondolok, vagy az Airovodó hadiban vásárolt magyar résztulajdonnak a kérdése, tehát hogy számos olyan hadipari beruházás tapasztalható az utóbbi években, ami a teljes repülőipari és repülőműszaki területnek a fellendülését jelenti. Tehát vizsgálni való téma az mindenképpen adódik jelen pillanatban és a következő néhány évben. Sok felé, sok országban nagy durranás, ha szabad azt mondani, amikor ilyen repülőnapok vannak. Magyarországon is volt már jó néhány ilyen, lesz is ilyen? Pandémiás helyzet függvényében ezért nyarán reményeink szerint sok év kihagyás után megrendezésre kerül ismét repülőnap Kecskeméten. Ez valóban aktuális, hiszen megújult a Magyar Honvédség légiereje, repülő eszközei, így azt gondolom, hogy egy rendkívül nagy szabású és nagy létszámú rendezvényre kerülhet sor kedvező esetben. A világon melyik a leg
a repülőnapok sorában, legalábbis a szakemberek számára. Van-e egyáltalán ilyen? Hát nézd, hogyha engem kérdez, akkor a Kecskemét repülőnap a leg, de annyira forrong és változik ennek a technikai háttere a repülés haditechnikai eszközeinek, hogy mindenképpen újat tudunk mutatni, azt gondolom. Szerintem utóbbi években a pilótanélkül repülőgépeknek a területe az, ami az utóbbi néhány évnek a háborúiban látszik, hogy hihetetlen mértékben megváltoztatta a hadviselést. Reményeink szerint ilyenek is megtekinthetőek lesznek majd a Kecskeméti repülőnapon. Ez tehát a jelen meg a jövő bizonyos szempontból a múltra mennyire tud támaszkodni mindaz, ami manapság történik, illetve a jövőben történik? Igen, hát szerettem volna jelezni, talán ez sikerült is a bevezetőmben, hogy, de most itt azért hangsúlyozni szeretném, hogy mi nem annyira a múltra fókuszálunk, hanem inkább a jövőre, de hát alapvetések nélkül nem működik a világ. A szakosztályaink pontosan ezt a felelősséget vállalják föl, hogy a múltat fölidézzék, fölhozzák a jelenbe, publikációik, konferenciákon való megjelenéssel, workshopokon, szakmai beszélgetéseken, hasonló kerekasztal beszélgetéseken, és hát a tudósokat, a generációkat próbálják egymáshoz közelíteni. Tehát amikor mondtam, hogy a fő polícia a Magyar Hadtudományi Társaságnak a fiatalítás, akkor ezzel nem azt üzentem volna, hogy a hozzám hasonló élelmedett korú, mondhatni áthajlókorú generációról lemondtunk, hanem sokkal inkább rájuk támaszkodva, de mégis új körülményeket teremtve ezt a kommunikációs csatornát kiépítsük és működtessük a generációk között, akár katona és katona között. Működik nálunk egyébként mentorrendszer, működik tapasztalatcsere a honvéd tisztjelölt hallgatóinkat egységbe foglaló Ludovika zászlóaljal működnek egyetemi előadásaink. Tehát én kiemeltem az együttműködő partnereket, most hadd tegyem azt, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet emeljem ki, amely egy olyan inkubátorháza ennek a tevékenységnek, a honvéd tisztképzés hadtudományi karral együtt, amely én azt gondolom, hogy nem csak papíron megfogalmazott szerződések formájában, de az érdemi, a napi munkákban is találkozhatnak ezek a generációk, és ennek a szinterét szeretném mi biztosítani tudományos értelemben is. Köszönjük szépen, jöjjenek máskor is. Köszönjük szépen.